Induljunk ki abból, hogy ez a mérkőzés megmutatta, hogy ennek a csapatnak nagyon komoly lelki ereje van, és azt is megmutatta, számolva 26 perc emberhátrányt, hogy fizikai ereje is megvan, ami azt jelenti, hogy az utolsó két mérkőzésre olyan nagy pozitívumokkal lehet felállni. Ha ilyen játékkal fogunk kimenni a következő két mérkőzésre, akkor nem lehet baj. Amin javítani kell, amit mondta, az a 26 percen, tehát ezt nem lehet. Ez buta, lassú kiállítások voltak, igazából ezzel ment el a meccs, mert amit a srácok dolgoztak, le a kalappal mindenki. Oliveira a kapuba fantasztikus, mit művelt ma, egy támasza volt a csapatnak, és mindenki nagyon sokat dolgozott, egyetlen egy hiba volt a kiállításon. Volt több olyan kiállítás, amit azért kaptunk, mert elcseréltük magunkat, tehát több játékos volt a égen, ami hát egy picit amatőrnek tűnik, de talán fiatalok még a játékosok is. Jobban kell figyelni, nagyon nagy volt az izgalom a padon is, nekünk is jobban kell erre figyelni, görcsös akarás volt mindenkibe. Ilyet nem szabad, az biztos. Egy ilyen meccs elmegy ilyen kiállításokon. Ahhoz képest, ahogy játszottunk az ukránok, illetve az osztrákok ellen, ahhoz képest nagyságrenddel javult a válogatott. Beszéltetek a fejükkel, vagy a srácok maguktól is felfogták már, hogy itt most már nagyon komolyan a kiesésre megy a játék? Egyrészt elég nagy pofonokat kaptunk, és ők is érzik, hogy ez nem mehet tovább. Azon kívül természetesen volt több megbeszélés velük egyénileg, csoportosan föl kell dolgozni, hogy milyen hibákat követtünk el, mi az út, amin tovább kell mennünk ahhoz, hogy sikerüljön győzni. Úgy látszik, ez megtette a hatását. A kazakok ma nagyon intelligens játékkal verték az osztrákokat, és úgy tűnik, hogy ők lesznek a nehezebben verhető ellenfél, bár ma az ukránok ellen a lengyelek valami olyat mutattak, amit szintén nem láttunk tőlük, hiszen korábban 14 gólt kaptak, és csak egyet lőttek. Nem tennék különbséget itt az ellenfelek között. Látszik, hogy bárki bárkit meg tud szorítani, és tud jó meccset játszani. Így kell játszanunk, ahogy ma. Kell a saját hokinkat hozni, kicsit fegyelmezettebben, és akkor biztos, hogy nem ez baj. De ilyen szívvel, lélekkel kell mindenkinek oda tenni magát, csak az vezethet eredményre. Többi miatt kiderül.